Elég késő van, viszont én még csak most jutottam el oda, hogy elkezdjék bepakolni, ugyanis holnap reggel indulunk Horvátországba. Hogy miért megyünk oda, azt még én sem tudom pontosan, de az majd holnap kiderül. Viszont ide nem egyedül megyek, hanem négy másik YouTube-ossal, és az az érdekesben, hogy mindegyik lány, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy jött össze. Szóval jó dolgom lesz. Most befejezem gyorsan a pakolást, illetve nem befejezem, hanem bepakolok, mert még el se kezdtem. Úgyhogy amint ezzel készen vagyok, alvás, reggel koránkelés és indulás. Megvan a nap első hibája, fogalmam sincs, hogy hova raktam a drónaksimat, és sehol nem találom, nekünk már indulni kéne. Megmondták, hogy hova kell mennünk, és hányra, és azt nem mondták meg, hogy milyen busz indul, és mit kell keresni, vagy kit kell keresni, úgyhogy ez elég érdekes lesz. Ezen kívül pedig megnéztem, hogy mennyi idő lenne repülővel az út, és 35 percet írt a Google Maps. Ugyan nem szeretek repülni, de megmondom őszintén, most jobban örülnék neki, hogyha repülnénk. Na de mindegy, megkeresem a drónaksimat, és aztán indulunk most már Horvátországba. Na hát időközben megjöttem a Hősök terére, most megkeresem a műcsarnokot. Természetesen most is késésben vagyok. Fogalmam sincs, hogy hol az a műcsarnok, meg hol a busz, meg hogy egyáltalán milyen busz kell keresni. Megtaláltam Annát. Másik oldalán levő parkolóban. Jó, én bízok benne, tuti. Ah, ja, nem. Nem, ez valami rockstar busz. Ez egy rockstar, szerintem jó, de... szájunkban. Max, máshova megyünk. Milyen, nézzük meg. Jó, de hát ezek egy YouTube-os se látok. Azért... Nem, ez nagyon nem van. Ez nem. Ez nem. Itt az X-faktor. Szerintem ez az. Ez lesz a búd, ebbe szállj be. Akkor mégiscsak ide jönünk. Hallod? Ja, bocs. Mondja. Te mindig eltállod, amikor nézd bele. Inkább hozom ezt. Jó, de nem, ez én videózok. Ezt akkor légy. Jó, nem. Hát, hogyha is megköszönöm. Jó. Mennyi volt? Itt vagyok. 288. Nem, erre vagy. Itt vagyok! Itt vagyok! Már a drónt elveszem. Aha! Fruzsi van, remény! Ki van a közelemben? Szia! Ó, de közel vagyunk. Na, tehát tökéletes. Mondjuk is. Jaj, remélem. Időközben sikerült megérkezni ide a hotelba. Egy dologtól izgultam, hogy jó legyen a hotelszoba, és azt kell, hogy mondjam, hogy még annál is jobb a hotelszoba. Brutálisan jó hotelszobában vagyunk. Amire allergiás vagyok, azt már mondtam egyszer, az a WC. És hát megmutatom. Brutálisan gyönyörű és tiszta, úgyhogy hibátlan. A másik dolog, amitől izgultam, az pedig az utazás volt, mert ugye 2 méteresen elég nehéz elférni szűk helyeken, úgyhogy nagyon izgultam, hogy milyen busszal fogunk jönni, és nem mondom, hogy tágas busszal jöttünk, de egy nagyon igényes, nagyon modern busz, ilyen kis busszal jöttünk. Én pedig le tudtam ülni leghátul, ahol ki tudtam nyújtani a lábam, úgyhogy teljesen kényelmesen utaztam, úgyhogy ez is király volt. Még egy dolog, aminek örülnék, az a kilátás, úgyhogy remélem, hogy tengerre néz, léci tengerre néz. Kicsit már sötét van. Hát így nem sokat látok.
Ti innen valószínűleg nem látjátok, viszont ha én átnézek itt ezeken a kis cuccokon, akkor ott van a tenger. Reggelre remélem sikerül megoldani, mert brutálisan jó timelapse-et tudnék innen csinálni. Végső esetben majd kirúgom. Itt van egy minibár, ami soha nem fogyasztok minibárból, és mondjuk nincs is olyan dolog, amit fogyasztani. Valamilyen Converse... Mindegy, ez finom. Szóval a Converse hozott el minket egy sajtóútra, aminek a lényege, hogy egy sajtótájékoztatón fogunk részt venni körülbelül 13 perc múlva. Nem tudom, mit várhatok ezen a sajtókonferencián, kíváncsi vagyok. Most kicsit belakom a szobát, elkészülök és indulunk. Viszont indulás, mert nagyon késésben vagyok. Anna! Megtaláltam Annát. Az volt Anna. Nekem pedig támadt egy, lehet, hogy egy elég hülye ötletem, de ezt most meg fogom csinálni. Kicsit nehéz volt a reggel. Az az igazság, hogy nagyon sajnálom, hogy csak egy napot maradunk, mert gyönyörű helyen vagyunk, és tényleg rohadt jó a társaság, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy már indulunk is haza. A sajtótájékoztató az jó volt, de egy kicsit rövid volt. Utána viszont egy kicsit bulisztunk így lájtosan, az jó volt, de ennek most érzem a hatását. És tényleg külön köszönet még egyszer a csokiért, mert életem legjobb csokija volt.